Egy zacskó izél Titusnak. Ez valamikor nyár végén történt. A sárga nap, mint egy nagy forró lepény gurult lassan az elhagyatott rét felett. Tudja valaki, milyen nap van ma? Zsiványadika. Augusztus akárhányadika. Az nem tegnap volt? Nézett rá bizonytalanul Fityérc. Nem, rázta fejét Hilda. És ez bizony azt jelenti, hogy ma van Titus születésnapja. Megint? Csodálkozott Fityérc. Tavaly is volt neki. Egyeseknek minden évben van születésnapjuk. Van, akinek több is. Nekem például 3. Akkor viszont meg kell ajándékoznunk Tituszt, mondta Valér. Még szerencse, hogy éppen bogáncs focizni ment a sünökkel. Van időnk kitalálni, hogy mit adjunk neki? Ezek a dolgok jutottak az eszükbe. Nem is tudom, mondta Béla bá. Biztos, hogy örülne az eféléknek. Tadán, ha mindenki körülnézne otthon. Hát, ha előkerül valami. Pont ezt csináltuk az előző mesében is. Nem lesz ez unalmas. A keresgélés ezúttal szerény eredménnyel járt. Semmi. 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 Egy bigyó. Egy zacskó mag. Tehát egy zacskó mag, állapította meg Hilda. Ez több, mint a semmi, de kevesebb, mint a valami, ingatta a fejét Fityérc. Ajándéknak nem sok, mondta szomorúan pofánka. Az attól függ, szólalt meg ekkor Valér. Egy zacskó közönséges mag tényleg nem nagy dolog, ám egy zacskó különleges. Ez bármi lehet. Tavaszi kukackalap, náthafű, esetleg réti szőrvirág. Vagy sárkányburiga, mondta pofánka. Annak épp ilyen a magja. A sárkányburiga vérmes medvék lakta zord vidékeken, honos. Hogy került volna az elhagyatott rétre egy egész zacskóval? Az is lehet, hogy ez nem sárkányburiga magja, hanem őserdei majomkaromé és egy félszemű kalózkapitány hozta Zödönnek a messzi téltengerekről. Egy kalózkapitány. Talán inkább mégis az uszmarás rozmárfa bogyója lehet, pillantott a zacskóba Fityérc. És egy kedves oroszlán fókától kaptad ajándékba, nem? Se kedves, se kedvetlen oroszlán fókákkal nem barátkozom, rázta fejét Zödön. Vadászokkal és kalózkapitányokkal meg pláne nem. Ez most mindegy! Inkább virágot kéne szednetek, hogy fel tudjuk díszíteni a kupacot Titus tiszteletére. Addig mi Hildával becsomagoljuk az ajándékot. Szerencsére így nyár vége felé sok-sok színes virág nyílt a réten. Zödön szedett is egy nagy csokor pókliliomot, Valér egy kazal cakkosnáspángot, Béla bá pedig egy egész bokornyi macskapertlit. Ja, és Fityérc töptő útszéli rongyikát, tudjátok, aminek azok az egészen pici fehér virágai vannak. Mire hazaértek, az ajándék szépen becsomagolva díszelgett a kupac tetején. Hilda még egy nagy vadrépa tortát is süt Titusnak, újságolt a barátainak pofánka. Itt valami ünnep készül, nézett körül csodálkozva Titus, amikor nem sokkal később megérkezett a bogáncs focizásból. Éjjel, Titus, éjjel! Kiáltották egymást túl kiabálva a kuflik. Boldog születésnapot! Nyújtotta át az ajándékot Hilda és pofánka. Titus izgatottan bontotta ki a csomagot. Bárcsak bokornak! Az meg miféle növény? Attól függ, mit kívánsz, mikor elülteted. Ezért hívják így. Ha azt mondom, bárcsak mákos rétes lenne, akkor mákos rétes bokor lesz belőle. Így van, bólogatott Titus. Pont 7 darab van az acskóban, mindannyiunknak jut egy. Szó se lehet róla, ez a te ajándékod, Titus. Tiltakoztak a kuflik. Ti is tudjátok, az a legjobb ajándék, aminek mindenki örül, mondta Titus, és sorban mindannyiuknak oda nyújtotta az acskót.
majd elássuk őket a kupacunk mellett, mondta barátainak, és akkor mindenkinek lesz egy saját külön bárcsakbokra. De majd csak tortaevés után, jó? Jegyezte meg halkan zene. A kuflik letelepedtek hát a fűbe. Hilda felvágta a vadrépatortát, pofánka meg vakon tövis szörpöt töltött a poharakba. Azt hittem bárcsakbokot, csak a mesékben létezik. Dünnyögte teleszájjal Valér. Mondta csámcsogva Bélabá, ami épp úgy jelenthetett igent, mint nemet. És ezután már nem hallatszott más, csak rágcsálás, zörcsögés, meg a napfényben nyújtózó virágok meszezése. Kedves utasaink, itt a kapitány beszél. Épp az elhagyatott rét felett repülünk. Meg tudjátok mondani, melyik fa, melyik kuflié lehet? Tengerre kuflik! Az úgy történt, hogy egy reggel először néhány rosszkedvű, szürke felhő jelent meg az elhagyatott rét felett, aztán esni kezdett az eső. Jaj, ne! Kiáltott fel Hilda. Csak nem lesz újra árvíz a réten. Ugyan, dehogy! Ez csak egy aféle nyári zivatar! Ez biztos? Kérdezte Hilda, mire hirtelen el is állt az eső. De jó! Kiáltotta vidámon Valér. Legalább plocskolhatunk egy kicsit a pocsolyákban. Ó, ezek a fiatalok! Ingatta fejét Bélabá, de azért ő is elindult Valér után. Hé, minket itt hagytok? Kiáltották erre a többiek, és azon mód Bélabáék után szögtécseltek. Mert ha van valami, aminek a kuflik sosem bírnak ellenállni, az nem más, mint, na igen, mint a pocsolyákban plocskolás. Egy átlagos kufli háromféle módon szokott pocsolyákban plocskolni. Egyenes vonalban, cikcakban, vagy össze-vissza. Ezen a délelőttön a kuflik mind a három módszert kipróbálták. Egy igazi tó! Kiáltott fel pofánka. Valóban, gyertek, nézzük meg közelebbről! Mámult hunyorogva a távolba Titusz. Ez biztos, hogy egy tó? Nem lehet, hogy csak egy túl nagy pocsolya? Ilyen alapon egy pocsolyára is mondhatnánk, hogy igazából egy túl kicsi tó. Nem bírom, amikor pocsolyákról beszélgettek. Inkább locskoljunk bele. Nem tudhatjuk, hogy milyen mély. Akkor mi legyen? Kérdezte Fityirc. Inkább hajókázunk keresztül rajta? Mekkora ötlet! Rendezünk rajta egy csalózka jó hatát! Hogy micsodát? Ó, akarom mondani, kalózhajó csatát. Valamiért ezt sosem tudom elsőre kimondani. Pompás gondolat! Nem volt hát akadálya, hogy egy szempillantás alatt mind beöltözzenek kalóznak. Egy szempillantás múlva. Ja igen, mert a kuflik kifejezetten az ilyen esetekre mindig hordanak maguknál zsebkalóz felszerelést. Még Fityirc is. Idáig megvolnánk. Már csak két hajót kell szereznünk. Megkérhetnénk a beszélő fatuskót, hogy legyen ő az egyik. Jó ötlet. Titusz és Zödör rögtön el is indul, hogy megbeszéljék vele a dolgot. Szia! Nem volna kezdett kalózhajónak lenni egy izgalmas vízi csatában? Ha gyerekek, rívágyom, hogy kipróbáljam! Én is vízi csatázhatok! Kérdezte a Mohamanyi. Hát persze, te leszel a kormányos! Mondta Titusz. Amíg távol voltak, a többi kufli megpróbált találni egy másik hajót. Itt nincs hajó! Itt sincs hajó! Itt sincs hajó. És itt sincs hajó. Itt sincs hajó. Álvásztettetek valamit? Szólította meg őket egy közelben átsorgó varázsgomba.
Kalóz csatához való hajót keresünk. Azt hiszem, tudok segíteni. Barátunk a vízipatka néhány napja itt hagyta megőrzésre a csónakját. Ott van a vadradír csárjék mögött. Ez tökéletes kalóz, ha jó lenne. Kezdődhet a csata! Beli cápa támadta meg a hajóinkat. Újságolta Béla bá. Ezen könnyen segíthetünk. A varázsgomba előkapott a háta mögül egy képzeletbeli szigonyt, és a cápa felé hajította. Remek célzás! A cápa elmenekült. Rettenetesen megéheztem ettől a vízi csatától. Sóhajtotta Valér. Hé, ez az én szövegem. Dörmögte halkan Zödön. Mit szólnátok egy képzeletbeli cápasülthöz? Viccelődött a varázsgomba. Attól tartok, képzeletbeli sült el, képzeletbeli éjséget lehet elverni. Jegyezte meg Fityirc. Szerintem legjobb az lesz, ha hazamegyünk uzsonnázni. Mondta Titusz. Így is tettek. Polip simogassa meg a talpatokat! Vett búcsút tőlük a gomba egy ősi, csendes óceáni kalóz köszöntéssel. A kuflik úgy néztek ki, amint szögdécselve távolodtak a csillogó víztócsák között, mint hét tengerét veszte, mégis roppant vidám kalóz. Éj, egy kicsit hajingerém van. Álmomban kalózok csatáztak körülöttem. Csodás nyári reggel volt. Bár lehetett volna borús őszi délután is, Pofánka és Valér valószínűleg akkor is pont ugyanúgy hevertek volna álmodozva a kufli kupac tetején. Valér éppen békésen elszenderült, amikor... ezer bocsánat, az én pocim volt, mondta Pofánka és elpirult. Csak eszembe jutott, hogy milyen jó volna enni valamit. Valami fincsit. Hozzak neked vadmarcipánt? Pattant fel készségesen Valér. Az inkább uncsi, mint fincsi. Rázta meg a fejét Pofánka. Valami különlegesre gondoltam. Bolhabombon? Fúj, az meg undi! Fintorgott Pofánka. Csigacsoki? Próbálkozott Valér. Valami incsiklandó kéne, nem ilyen közönséges dolog. Beszélgetésüket hallva előbújt a többi kufli is. Halló, finomságokról beszéltek. Dörmögte izgatottan Zödön. Sajnos csak beszélünk, ahelyett, hogy ennénk valamit, ami különleges, ami nem terem az elhagyatott réten. Vegyük elő zsebrecept könyveinket. Na igen, mert minden kufli tart magánál egy zsebrecept gyűjteményt arra az esetre, ha megéhezne és szeretne főzni magának valami jót. Azzal keresgélni kezdtek. Porcukros pióca! Olvasta Titusz. Majd lett kemézben! Lapozgatott receptkönyvében Béla bá. Vakond virsli. Ez furán hangzik. Így Hilda. Karamellás kavics, olvasta Valér. Ahhoz biztos erős fogak kellenek. Vagy csúska krém. Betűzte Zödön. Nem is tudom. Motyogta könyvébe bújva Fityirc. Ami azt illeti, egyik sem hangzik igazi finomságnak. Sóhajtotta Pofánka. Gyerekek, amit szólnátok egy igazi puff pudinghoz?
biciklondulcse meg. Mondta Fatuskó. És könnyű elkészíteni. Uff, a kész is van. Pont erről kapta a nevét. És tényleg finom? Kérdezte gyanakodva Pofánka. Az nem kifejezés. Azzal a Fatuskó turkálni kezdett az odójában. Kisvártat vegy ákon-bákon betűkkel teleírt, olyan fakéreg darabot nyújtott át a kufliknak. Lássuk csak. Fordítva. Így? A másik irányba. Oké, most jó. 8 evőkanál vadzablis, fél pohár fülvirág nektár, 2 kis kanál darált nyambogyó, 1 kevés zebra fűpor, meg néhány cukorbokor levél. Ez tényleg egyszerű. Gyerekek, azért vigyázzatok a mennyiségekkel. Nyugi, több rokonom, közismert szakácsok. Alig telt el néhány perc, a kuflik elszögdécseltek tányérokért és kanalakért. Biztos valamivel több került bele a kállát, Évi. Az lehetetlen! Tiltakozott sértetten Titusz. Talán, ha kihűl, abba hagyja. Reménykedett Pofánka. Semmi baj, majd megeszem a felesleget. Zödön egy merőkanállal elkezdte falni a pudingot. De hiába, a krém tovább bugyogott kifelé a fazékból. Ez a puding addig puffad, még a végén az egész rétet elborítja. Elismételnéd még egyszer? Ez a puding addig puffad, még a végén az egész rétet elborítja. Akkor megvan, mi a baj? Csapott a homlokára a Fatuskó. Ez egy úgynevezett puffadó puding. Az ilyen puding addig puffad, amíg meg nem kérik, hogy hagyja abba. De nagyon fontos az udvariasság. Akkor kérje meg Béla bá, neki van közülünk a legjobb modora. Én megpróbálhatom. Vonta meg a vállát Béla bá. Milyen tisztelt puding! Felettébb hálásak lennénk önnek, ha volna olyan kedves és befejezné ezt a rendkívül látványos, de számunkra felettébb kellemetlen terebélyesedés. A puding erre csiribú csiribá nem nőtt tovább egy kis kanálnyit sem. Hiába, a jó modor csodákra képes. De mit csinálunk most ezzel az elképesztően sok pudinggal? Ennyi pudingra akár az egész rétet meghívhatjuk, ugrándozott lelkesen Valér. Akar valaki pudingot enni? Nem sokára derűs lakmározástól volt hangos a kufli kupac környéke. Soha nem ettem ilyen finom pudingot. Gyereke, ezek szerint mégsem volt teljesen rossz a recept. Nyugtázta elégedetten a Fatuskó. Legközelebb valami egyszerűbb különlegességgel is beérném. Bólogatott a Pofánka. De ezt a hangos csámcsogástól már nem hallotta meg senki sem a rétlakók közül. Remélem, hagytatok nekem is. Ó,